A Bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban szinte már hagyománnyá vált, hogy minden évben a földnapjával kapcsolatban vetélkedőket, előadásokat szerveznek. Ez azonban az idei évben a kialakult vírushelyzet miatt elmaradt. Mégsem tétlenkedtek a könyvtár dolgozói, úgy döntöttek, hogy szeretnék megszavaztatni a város lakosságával Bonyhád fáját. Ehhez kértünk segítséget Klebovics Miklós és Tóth István Zsoltól. Ők aktív természetvédők, természetjárók, megismerik Bonyhád fáit. Egyetlen kérésünk volt, hogy Bonyhád több helyen levő fákat szavaztassuk meg, tehát ne egy helyszínen, hanem több helyszínen. Össze is ültünk, 6 fára esett a választás. A képeket Ritzel Zoltán természetfotós segítségével gyűjtöttük. A fotókhoz a fákról leírást Tóth István Zsolt készítette, és a Klebovics Miklós pedig a szavazólapok elkészítésében segített. 150 millió évvel ezelőtt már a közvetlen nyomatokban már szerepelt neki a levél lenyomata, tehát látszott, hogy akkor is élt, és akkor is úgy nézett ki a levélnek a lenyomata, mint ahogy most is látható. A kínai páfrányfenyőt mutatja Tóth István Zsolt. Többek között erre a fára is szavazhatnak az évfája versenyen. De arról szól, hogy ezek helyi védett területek, vagy tájképi értékei a városnak, amik már korábban is védettek voltak, és ezért ezekből választottunk olyan dolgokat, amit a közönség elé teszünk, hogy melyiket szavazzák meg majd az évfájának, hogy azon induljon a vetélkedőn ez a fánk, az országos vetélkedőn. Az első, amelyik mögött itt állunk, ez egy tulipánfa, ez észak-amerikai eredetű fa, és az a jellegzetessége, hogy májusban nagy zöldes-sárga virágaival nyílik, a levele meg kicsípett csúcsa van neki, mint amilyen egy magyarságnál a tulipán motívumnak a rajza is olyan jellegű, tehát úgy néz ki. A másik fa még szintén itt van a parkban, az egy páfrányfenyő, amely az oldalába található itt a könyvtárnak. Ez, a páfrányfenyő egy ősi családnak a leszármazottja ilyen szempontból, már a földtörténeti középkorban is élt elődje, és ez a fa, ez nincs neki semmi kártevője, sem gomba, se rovar, ezért túlélt mindent. Tehát már mondom, 150 millió évvel is az elődei már itt éltek a földön. És ez a fa is akkor lett ültetve, amikor ez a tulipánfa is, tehát már közel 100 évesek lehetnek ezek a fák. Mind itt a többség ebben a parkban. A harmadik fa az a régi Perczel kúria, ahol Perczel Mór tábornok családjával élt, és ott volt neki a gyermekkora és időskorát is ott töltötte. Abban a parkban van egy magyar kőr is, ami dél-európai elterjedésű, és ártereknek, vizes élőhelyeknek a fája, és hazánkban is előfordul természetben. Erről egy nagy fa van ott, ami már egyszer valamikor régen kivágták, és kisarjadt, és most több ágról álló vastag törzse van. És ez a fa biztos, hogy az elődjét, azt már persze mondta tábornok úr is láthatta, és ott élhetett, amikor az a fa már, ennek elődje már ott volt a parkban. A következő az a katolikus templom előtt levő liliumfa, amit általában sajnos többször, mindig az nem probléma, de tulipánfának mondanak, de azok a liliumfa hivatalos magyar neve neki. Ez a liliumfa, ez viszont úgy történt, hogy Perczel Bertalan kántor úrnak az édesanyja, aki szintén a Perczel család leszármazottja volt, és utolsó élő képviselő volt a Perczel Bertalan a Bonyhádnak, a Perczel családból. Őneki az édesanyja az 1920 és 30-as években hozta azokat a növényeket, amik ott vannak ültetve, és elültette oda a katolikus templom, és azok most is virágoznak. Tehát az is már itten közel 100 éves bokor az, és minden évben Bonyhád csodájára járnak, és mindenki fölteszi, manapság gyakoriak, ugyebár szelfikkel vagy fényképeket tesznek fel a Facebookra, mert annyira látványos és szép, és mindenkinek az örömét szolgálja. A következő fa, az pedig a Malomód előtt álló hatalmas platán. A platán az nem őshonos nálunk, és ez a faj is egy kultúrfaj, és ez tulajdonképpen a Balkán félszigetről jött létre egy kultúrfaj, ott tenyésztették ki, vagy termesztették ki, és ennek következtében került így a kertkultúrába. Ez egy hatalmas, olyan szempontból hatalmas, szerintem Bonyhádon a legnagyobb átmérőjű fája. Amit még kiválasztottunk, az
az István Majorban van, tehát fönn a Börzsönyi tetőn, a Weber villa, vagy hát István Major az egy TS Major is volt, a régi épületek, azok TS időben akkor az volt a szerepe, és előtte kúria volt, és utána is hát helyreállítottak, csak most nagyon elhanyagolt állapotban van. Itt nagy fekete fenyők vannak. Ez a fekete fenyő nem őshonos nálunk, ez legközelebb a délkeleti Kárpátokban van, hegyvidéki faj, mediterrán hegyvidéken fordul elő, és fekete, sötétzöld neki a tűi, és sötét szürke a kérge, ezért nevezik fekete fenyőnek. A szavazólapok, vagy a szavazólap az a Solymár Imre Városi Könyvtár honlapján, illetve Facebook oldalán található meg. Szavazni május 10-ig lehet. Május 10-én van a Madarak és Fák napja, és akkor ezen a napon fog eldőlni, hogy a lakosság melyik fát választotta Bonyhád fájának.